Sziasztok, kedves nézők! Vége lett az ötödik szezonnak, és hát vettem divának egy aranyfegyót, mert hát már most úgy gondoltam, hogy neki veszek egyet. És bekerült a játékba a TDM és a DM, úgyhogy most kipróbáljuk a Deed meccset. Igazság szerint egész jóra sikerült szerintem a Deed meccs, még a TDM-et azt nem próbáltam, először úgy vagyok vele, hogy szólóban legyek, valami eredményt produkáljak, meg szerezek egy kis skillt. És majd utána rámegyek a csapatban való gyilkolászásra. De egyelőre... egy junkrat. Jó, és meghalt. Jó, van itt egy mekri. Ó, hála égnek, ez egy amatőre fajtam az egyből előtt az összes puskaporát, és egy Genji is most inkább menekülőre fogta. Jó van, hát mondjuk kár, hogy szombra vitte el a killemet, de hát na. Ennek a játéknak hasonlóan a mobákhoz, mármint ennek a játékmódnak, az a célja, hogy megöljük az ellenfelet, és minél több ellenfelet öljünk meg. De van egy másodlagos célja is, ami inkább előrébb való, mert nem muszáj nekünk egyből mindenkinek nekiesni, és hát új, Genji szevasz, hanem inkább azt kell figyelnünk, hogy melyik enemy van az, amelyiknek a, mondjuk úgy a HP-ja, az már lobon van. És azt kell megpróbálnunk mindig kivitelezni, hogy megszerezni a killeket egy vagy két lövéssel, és hát ezt a lehető legnagyobb számban kell kivitelezniük, és akkor leszünk eredményes deathmatch játékosok. Mert hát nem egyszer előfordult velem például Soldier, ez egy nagyon jó karakter erre a példára, hogy hát ő nagyon jól tud sebezni, és rengeteg sebzést tud kiosztani a hősöknek, viszont nem azonnal öl, és hát nem egyszer előfordult velem az, hogy egy Soldierrel lőttem, szépen lehúztam a gyereknek a HP-ját, de a végzetes találatot azt nem én vittem be, hanem mondjuk egy enemy Reaper, vagy egy akárkicsoda. És ez abból a szempontból nem annyira előnyös a játékban, mert, hogy is mondjam, így mondjuk úgy a izmozósabb melót azt te csinálod meg, de hát az ezért járó jutalmat más fogja learatni. Úgyhogy célszerű szem előtt tartani ezt a jó tanácsot. És hát egy Junkrat próbál, hehej, ki megöltelek Junkrat, te kis hát ez hogy nem vettem észre, na jó van. Kellett nekem jártatni a számot. Szombra most nagyon jól aprít. Én amúgy azt vettem észre, hogy eléggé balanszos a játék. Ha megfelelő hírót választunk, ez alatt azt értem, hogy mondjuk nem egy supporttal jössz, de mondjuk láttam már olyat, hogy egy zenyata agyonalázott mindenkit, mondjuk azt egy kicsit furcsálottam is. Mert az 5 szezon alatt erre még nem nagyon volt példa, de biztos, nem tudom, történt valami buff, amiről nem maradtam, bár zenyata neve, akárhány újságcikket olvastam, még nem került szóba, hanem Mercy Diva és hasonló egyéb karakterek, úristen, mindjárt meg fogok halni, kicsit nagy itt a népsűrűség jelen pillanatban, próbálok így felugrálni, hát persze, hogy levegőbe is leszednek, hát igen, van ez így. Mindenesetre a második hely az még az enyém, de hát mondjuk így célszerű lenne kicsit úgy belehúznom, mert hamar el tudnak ám loholni az emberek a kill tekintetébe. Ripperrel az egyik megfelelő taktika az, hogyha nem mész ki a felszínre, hanem itt a katakombákba próbálsz meg érvényesülni. Ó, és hát egy Junkrat, most pedig ő volt itt előnybe, hogy gyorsan visszamászok a kis kuckomba, mert hát igen, itt jó, a Junkratnak ott a csapdája. Ó, nem ám, Bastion, az most menekülhetek előle a frances emberi. Amúgy a legnagyobb hülyeség Bastionnel lejönni, mert hát én még nem láttam Bastiont, aki életben maradt volna egy gyilkolok után, mert hát akkor már legalább tudja az elefi, hogy hol van, és egyből mennek rá, szóval. Ha egy jó tanácsot elfogadtok, ne nagyon őt választátok, mert ő vele biztos nem lesztek első. Viszont Roadhog ő nagyon eredményes tud lenni, Genji a maga módján igen, de hát olyankor általában az enemy ilyen szimetrára szokott váltani. És szimetra is nagyon jó, főleg itt a lenti szektorokban. Mert hát nem tudsz hova előle elmenekülni. Ej, szevasz Genji, téged nagyon szeretlek, mert olyan könnyen én le tudtalak most lőni. És hát szombra próbál itt továbbra is érvényesülni, úgyhogy én most gyors visszavonulót fújok. Az én, a Deathmatchben az én kedvenc karakterem jelen pillanatban Reaper. Annak ellenére, hogy 5 szezon alatt kb. 2 órát, ha mentem vele, mint quick play-be, mint competitive módba. Most itt a Deathmatch résznél lett, a Reaper egyszerűen isten. Ha megfelelő taktikával alkalmazzuk, akkor hogy is mondjam, eredményesek tudunk lenni. Ez alatt azt értem, hogy ne fent futkorászál, mert ott, hogy is mondjam, nagyok a távolságok, Reaper fegyvere nem sebez annyira, közel kell, hogy legyen az ellenfél, akkor OP a srác. És hát erre a legcélszerűbb hely a pince.
Ugye lemész a pincébe, ott a paraszt még nagyon elmenekülni se tud, meg van egy zóna, ahol tudod magad hellelni. Próbálj mindig a közelében maradni, és használj rejtek helyeket. Reapernek ez az egyik szokása, igen, ő ebből a szempontból a féreg a játékba. Úristen, nem áll, még hanyzót meg tudtam volna ölni. Úgy utálom ezt, amikor lesebzed a gyereket, és már épp egy lövésre vagy a kill-től, és téged ölnek meg, mert épp valaki van a hátod mögött, és rektel. Hát igen. Na jól van, Szombrának még 13 kije van, hetet kell még beszereznie ahhoz, hogy ő legyen az első hely, és hát én nekem konkrétan 11-et, úgyhogy egy kicsit bele kéne, hogy húzzak. Megint Junkrattal kerültem úgy ilyen vitába. Ha megint leszettem a HP-jának a nagy részét, csak hát ő is leszette. És igen, még kicsit szoknom kell a új Junkratot, mert hogy két bombája van. Vagy hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy két bombája van, mert nagyon-nagyon rövid az az idő, amíg a két bomba közötti dobás eltelik. Úgyhogy hát szerintem ez már az a Junkrat. Bár én még igazság szerint nem merültem el úgy nagyon a játékban. De olvastam róla, hogy a PTR-en már Junkratnak kettő bombája van, viszont azt nem tudom, hogy a rendes játékba bekerültem, mert még azóta nem mentem Junkrattal, nem tudom, Reaper most nagyon lefoglal. Na látjátok, ez az a hely, ez a szektor, ez az aréna, ahol Reaper igen jól tud érvényesülni a Deathmatch-ben. Itt ez a kis hellelős rész, ide nagyon jól ide tud jönni, hellelni magát. Ó, fiam, úristen, és hát legalább Genjivel sikerült végezni, Junkrat meg megint próbál ide pofátlankodni. Hála ígynek nem robbantott fel, de én most úgy döntöttem, hogy átmegyek emide, mert majdnem megszereztem azt a kill, de hát nem. Szombrával kéne valamit kezdve, megpróbált előlünk elmenekülni, vesztére, mert hát na. Csassi jött, látott és megkurta Szombrát. Igazság szerint Szombrának a karakterét annyira nem szoktam szeretni. Jó van, Genji is elpusztult, itt van egy Hanzo, és ma megint itt van Szombra. Hát gyerekeket, menjél már innen, mit jössz ide állandóan. Most bosszút akartál állni, fogadjunk, mi? Ez nem arról szól ez a játék. Legalábbis nálam nem, de hát nála úgy néz ki, hogy arról próbált. Jól van. És már csak egy kírre vagyunk attól, hogy megint fejfej mellett legyen az állás, mondjuk megint, hát most kerültem oda, hogy fejfej mellett legyünk lassacskán. Ó, egy Junkrat te vagy. Hú, féltem, hogy egy bombái sebezni fognak, de szerencsére most nem. Elég volt egyszer izé beégni, így a vele való harc után. Most nem tudom, srácok, amúgy egész jó kis játék ez az Overwatch. Már több mint egy év eltelt, van egy csomó bajnokság, hát jó, azért nem olyan brutálisan sok, de azért egész jó. Ott van a Contenders, ott van a világbajnokság, ott van az Apex, meg még ott van a csendes óceáni, mit tudom én, micsoda. Liga. Azt is szoktam így nézegetni, sőt időnként még fogadok is rá. A világbajnokság az egész jól adta, a Contenders, hát ez egy bukta volt, fú. Az a poén, hogy igen, én nem nagyon követtem úgy annyira a csapat mozgásokat, mármint hogy ki honnan igazol át hova, és hát ennek az lett a vesze, hogy én ráraktam a lóimat a Cloud 9-re, és hát azok meg olyan gyenguszok, mint a harmad, fú, nagyon. Pedig hát még azért vagyok annyira nagyjából technikás, hogy azért utána néztem, hogy mondjuk a Misfits-el mit játszottak, és hát igen. Őket megrekkelték még annó, még két kill és talán jó lesz. És megint ide jövök erre a zugomra. Igen, ezt a módszert kell amúgy alkalmaznunk Reaperrel, mert sosem néznek így a sarkok mögé, hanem mindig rohannak, mint az őrült, és akkor tök jó tarkó lehet őket lőni. És hát a játéknak az a lényege, hogy jöjj, igen. Na, aktív lett az ultink, ez egy jó jel, Szombrának még 4 kire van szüksége, nekem 2, most full hellem vagyok. Remélem ez így is fog maradni, jaj ne, Junkrat, úristen, ne, de. A francba pont addig, akkora múlt el a szellemmódon, mire ide ér Junkratnak a mocskos bombája. Ez baj, és hát már megint fejfej mellett vagyunk, sőt, Szombrának már csak egy kire van szüksége. Na, eljött az ulti ideje, aztán majd meglátjuk, mi lesz, jó, Genjit sikerült elintézni, díva az a baj, hogy a... És megvan, köszönöm, Soldier, köszönöm, hogy alacsony HP-t hozzájárult ahhoz, hogy én legyek az első, köszönöm. Pedig már kezdtem aggódni, hogy díva az meg fogja vétózni a tervemet, de hát na. Nos, hölgyeim és uraim, ez lett volna az első Deathmatch-es Overwatch-os tartalmam. Remélem tetszett nektek ez a rövidke kis epizód, amivel szolgáltam nektek is, hát a rövidke kis eszmecserém.
Találkozni fogunk egy újabb epizódba. Sziasztok!